könyve 34. fejezetében. Első Mózes könyve 34. fejezetéből az első 12 verset olvassuk először, aztán meglátjuk, hogy hogyan tudunk vele tovább haladni. Folytatjuk Jákob életének a tanulmányozását, és megnézzük, hogy mit akar Isten az ő életén keresztül nekünk is megtanítani. Egy Mózes könyve 34. fejezet, 1-től a 12-es verség. Kiméne pedig Dína, Leának leánya, akit Jákobnak szült vala, hogy meglátogassa annak a földnek leányait, és meglátta őt Sekem, a Kivverus Kámornak, az ország fejedelmének fia. És elragadá őt, és vele hála, és erőszakot tesz vala rajta. És ragaszkodik az ő lelke Dínához, a Jákob leányához, és megszereti a leány, és szívéhez szól vala a leánynak. Szóla pedig Sekem Kámornak, az ő atyának mondvá, vednékem feleségül ezt a leányt. És meghallá Jákob, hogy megszeplősítette Dínát, az ő leányát, fiai pedig a mezőn valának a barommal. Azért veszteg marad a Jákob, amíg az ott megjövének. És kiméne Kámor a Sekem atya Jákobhoz, hogy szóljon bele. Mikor Jákob fiai megjövének a mezőről, és meghallák a dolgot, elkeseredének, és nagyon megharagulnának azok az emberek, azért, hogy ocsmánságot cselekedett Izraelben, Jákobnak leányával hálván, aminek nem kellett volna történnie. És szóladékig Kámor mondván, az én fiam Sekem lelkéből szereti a ti lányatokat, kérlek, adjátok azt néki feleségül. És szerezzetek velünk sógorságot, a ti leányaitokat adjátok nekünk, és a mi leányainkat vegyétek magatoknak. És lakjatok velünk, a föld előttetek van, lakjátok és kereskedjetek rajta, és bírjátok azt. Sekem is mondta a Dína atyának és az ő bátyjainak, hadd találjak kedvet előttetek, és valamit mondotok nékem, megadom. Akármilyen nagy jegyadományt és ajándékot kívántok, megadom, amit mondjátok nékem, csak adjátok nékem a leányt feleségül. Testvérek, Jákob életének a tanulmányozását ott hagytuk abba, hogy ő kibékül Ézsauval. És megláttuk azt, hogy amit ő először úgymond ajándéknak gondolt adni, hogy lekenyerezze az ő testvérét, amit előre küldött, ez később az ő ígéretének beváltása lesz. Ugyanis az Úrnak megadja a jövedelmének a tizedét, odaadja Ézsaúnak azt, mert úgy néztem rá, mint az Isten arcára. És eszembe jutott az én fogadásom, hogy fogadd el ezeket a jószágokat, mert amivel az Úr engem ellátott, megígértem, hogy annak tizedét nekiadom. Aztán pedig elválnak Ézsautól, és visszatért Ézsau még aznap az ő útján Szeír felé. És itt azt olvassuk, mielőtt még ideérnénk a mi történetünkhöz, hogy Jákob először Szukkotba ment, és épített házat magának és a barmainak. Ott egy időre letelepszik, majd pedig onnan tovább ment, és megáll Siker városa mellett, Mezopotámiából jövet, amely a Kánán földén van, és letelepedett a város előtt. Ez a Siker nevű várossal szemben ott volt a Mamré tölgyese. Ott már volt egy oltár, amit Jákob nagyapja Ábrahám állított. Ugyanis azon a helyen jelentette ki magát az Isten Ábrahámmal. Ott találkozott az Isten Ábrahámmal. És Ábrahám ennek emlékére oltárt állított. Jákob ugye elválik a testvérétől, Ézsautól, és ő úgy gondolkodik, hogy nekem semmi keresni való Szukkotba, el kell mennem és találkoznom kell az Istennel. De ő ott épít oltárt annak a helynek a nevén, Sekem városa mellett, oltárt állított, és nevezi azt így névvel, Isten, Izrael. Tehát ahol a nagyapjának kijelentette magát az Isten, azt gondolta Jákob, hogy ez lesz az a hely, ahol ő szintén oltárt épít. De drága testvérek, mindegyikünknek megvan a személyes találkozásunknak a helye, ahol mi Istennel találkozunk. Nem vehetjük magunkra egy másik embernek az életének a mintáját, hogy amiképpen ő tisztelte az Isten, aképpen fogom én. Ahol ő találkozott vele, én is ott fogok vele találkozni. Az Isten egy szuverén Isten, ő dönti el, kivel, hol találkozik, és kinek, hol jelenti ki magát. Hol jelentette ki magát Jákobnak? Amikor ő elindult, hogy feleséget vegyen magának, a sivatagban, amikor egy vánkos tette feje alá, akkor
Bételnek nevezte azt a helyet, mert azt mondja, ott láttam személyesen az Isten. Ott volt a lajtóra, egy nagy létra, amelynek a tetején Isten angyal áll. És azon a létrán Isten angyalai fel és lejártak. Ott volt tehát Jákobnak az a hely, ahol az Isten megjelent neki. Oda várta őt vissza, mert ott fogadta meg Bételben, hogy ha valamit, ha vigyázol rám, hogyha visszahozol engem erről az útról, és amit nekem adsz, hogyha öltözetemül ruhát adsz, kenyeret, ételemül, akkor te leszed az én Istenem, és mindte azt, amit nekem adsz, annak tizedét neked adom. Bételnél fogadta meg ezt Jákob, ahol találkozott az Istenek. Oda kellett volna visszamenni. De rossz helyen táborozott le Jákob. És ennek mi lett a következménye? Az lett a következménye, hogy Dina, Jákobnak és leánya kiméretedik, hogy meglátogassa annak a földnek leányát. Honnan ment ki ő, hogy kiméne ő? Kiment abból a biztonságos környezetből, a családjának a környezetéből, ahol ő védve volt, ahol ő védelmet élvezett, az ő családja körében. Elindult, hogy elmenjen Sikem városába, hogy találkozzon annak a városnak leányaival. Hát nem voltak ott leányok Jákobnak a szolganépe között. Azt olvassuk, hogy Leának egyetlen leánya lett, de a szolgák között voltak még lányok. Ugyanis azt mondja itt később Sekem Kámornak, a Kámor a király, Sekemnek az apja, Kámor, aki volt a király, azt mondja Jákobéknak, hogy figyeljetek, hát mi adjátok oda leányaitokat feleségül, a mi fiainknak. Tehát többes számba beszél. Nem csak ez az egy lány volt, akit elvehetett volna. Tehát volt neki társasága, akivel beszélt, de ő meg akarta látogatni annak a földnek a leányait. A kíváncsiság arra hajtotta, hogy kimenjen és megnézze, mi van a világban. És drága testvérek, ez a veszély a mi gyerekeinket is fenyegeti. Sokunk első generációs keresztények vagyunk. Ugye megtértünk 30-40-50 évesen, aztán a gyermekeink születtek, és a gyermekeink itt nőttek fel a gyülekezetben és a családunkon belül. Majd pedig, ahogy ők felnőttek, ők is úgy döntöttek, hogy kimennek körülnézni, hogy megnézzék a világ fiait és leányait. Hogy ők hogyan vannak. Igen ám, de mi történik akkor, amikor a világba mennek még gyerekeik? Ha mi nem készítjük fel őket arra, hogy mi fogadja őket a világban, akkor sajnos támadások érhetik őket, és csalódások. Ugye ez a lány, aki kiment, hogy megnézze annak a városnak a leányait, őt meglátta Sekem, a Kívreus Kámornak fia, és elragadta őt, és vele hált, és erőszakot tett rajta. Az első rossz dolog, hogy elragadta őt. Testvérek, van olyan elragadtatás, ami jó, és van olyan elragadtatás, ami rossz. Amikor Jézus másodjára visszajön, és elragad bennünket a világról, az egy jó elragadtatás lesz, mert mindenkor ő vele lesz. Itt viszont ez a férfi elragadta Dinát a családjától. Na ez egy rossz elragadás volt. Ő elragadta a családjától, és mi történt vele? Elragadta őt, vele hál, és erőszakot tett vala rajta. Dina, aki a családjának és Istenének védelmét, az Atya Istenének védelmét élvezte, kimegy ebből a védőháló alól, és bemegy a világba. A kíváncsisága hajtja őt. Aztán pedig sérülést, olyan maradandó sérülést szenved, ami vissza nem fordítható az ő életébe. És honnan látjuk ezt? Ő neki nem lett férje, és nem lettek gyerekei. Ugyanis amikor a 1 Mózes 46. fejezetben Jákobnak a családfáját olvassuk, hogy kik azok, akik bementek Egyiptomba. Ott végig felsorolja Jákob fiait és azoknak fiait. És Dinát. Csak Dinát említi, sem a férjét, sem a gyermekeit. Tehát ez az asszony, vagy ez a lány olyan maradandó sérüléseket szenvedett, hogy egyedül élte le, úgy fejezte be az ő életét. Talán Isten volt az egyetlen vigasza neki egész élete során, amikor elmentek Egyiptomba. Ez a fiú tehát, megtetszett neki ez a lány, meglátta. Ismerős ez neki, mint ahogy Éva meglátta, hogy jó az a fa ember. És szakított annak gyümölcséből. Ez a fiú is meglátta Dinát, és leszakította az ő ártatlanságát. És erőszakot tett vala rajta. Dina védekezett, ő tudta, hogy mi az az erkölcs,
És mégis erőszakot tett rajta ez a fiú. Majd pedig elkezdett neki szép szavakkal udvarolni, és az ő szívére próbált beszélni, hogy ez, ami most ketté között történt, az tulajdonképpen jó dolog, mert ő el akarja igazából venni feleségül. Ebben a világban nem ugyanez a fordított helyzet áll elő. Itt azt mondja, először elviszi, elragadja őt, vele hál, aztán pedig megkérje az apjától, hogy hát add már nekem feleségül, miután együtt elháltam a nász éjszakától. Ennek nem fordítva kellene történnie, hogyha megtetszik nekem a lány, elmegyek az apjához, megkérem, udvarolok neki, majd elveszem feleségül, és aztán hálok vele. Tehát teljes fordított sorrend van. A másik dolog meg, ami nem fér bele az udvarlásba, hogy erőszakot tesz, a lány beleegyezése nélkül történik meg. És akkor mit csinál ez a fiú? Azt mondja az apjának, menj, vedd nekem feleségül a lányt. Nem ő áll oda a lány apja elé, nem néz szembe a tettének következményével, az apját küldi, apám, figyelj, menj ki, te vagy a király, én mögéd rejtőzöm, neked van akkor a hatalmad, menj ki engem, kérd meg, hogy adják nekem ezt a lányt feleségül. És amikor Jákob meghallotta, hogy megszeplősítette Dinát, az ő leányát, a fiai pedig a mezőn voltak a barommal, azért vesztek marad a Jákob, míg azok megjövének. Tudjátok mi ebben az igeversben a rossz dolog? Hogy nem csak addig maradt vesztek, amíg a fiai megjöttek, hanem végig vesztek maradt, a döntést a fiai kezére bízta, mert ők döntötték el, ők válaszoltak Sekemnek, hogy hát nem tehetjük meg azt, király, hogy neked adjuk a lányt, hiszen körülmetéletlenekkel nem házasodhatunk. Jákob egészen a történet végig, amíg nem az egész vérfürdő nem történik meg, addig ő nem szólal meg. Amikor Jákobnak az érdekei sérülnek, vagy veszélybe látja magát, hát akkor szólal csak meg. Mit tanít ez nekünk? Azt tanítja nekünk, hogyha mi családfők nem vesszük kezünkbe az ügyet és nem vezetünk, akkor a gyerekeink fognak majd döntést hozni. És azok vagy jó, vagy rossz döntést hoznak. Mindig a családfőnek kell meghozni a döntést, legyen az a sértett fél, vagy pedig az, aki a sérelmet okozta, aki a bűnt elkövette. Ott is a családfőnek azt kell mondani a fiának, hogy menj és rendezd, kérjél bocsánatot, és te hozd helyre, amit te okoztál magadnak. Itt Jákob megbukott ezen a vizsgán. Talán azért van ez, mert Leának a leánya volt. Nem Ráhel szülte neki ezt a lány, ezért nem szerette annyira. Lea gyermekei nem voltak kedvesek annyira a szívének, mint József és Benjamin. József volt a kedvenc fia. Itt tehát azt látjuk, hogy ez az apa sajnos elbukott. És Kámor ugye megteszi, amit a fia kért, tőle kimegy Jákobhoz, hogy szóljon bele. És amikor a Jákob fiai megjönnek a mezőről és meghallották, hát nagyon megharagudtak, hogy ilyen ocsmánságot cselekedett Izraelben. És drága testvérek, itt azt mondja, hogy ilyen ocsmánságot cselekedett, hogy Jákob leányával hálva, aminek nem kellett volna történnie. Ennek az esetnek meg se kellett volna történnie. Ha Dina nem megy ki a családi védelmi alól, a család védelme alól, Isten védelme alól nem megy ki a világba, a kíváncsiságát kielégíteni, barátkozni azokkal az istentelen emberekkel, akik körülötte vannak. Isten azt ígérte Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy neki adja azt a földet, hogy övé és az ő leszármazottai lesz. Tehát akik ott laknak, azokat el fogja onnan űzni. Miért? Azért, mert bálványimádók voltak. Isten nélkül való emberek voltak. Isten tehát meg akarta óvni Jákobot és az ő családját. Jákob viszont, ha megfigyelitek, Jákob fiai kim voltak a mezőn a barmokkal. Na de Jákob hol volt ekkor? Ő otthon volt. Ő is tudta, hogy az ő lánya kiment Sekembe. Az ő legalábbis hallgatólagos tudtával történt a dolog. Aztán persze később, amikor ez kiderül, hát ő addig vesztek maradt, amíg a fiai meg nem jöttek. Na de utána se azt látjuk, hogy Jákob az élére áll a fiainak, és mennek, és igazságot követelnek a királytól, hogy már pedig ez hogy esett meg. Jákob csendben marad. Strucz politikát folytat, homokba dugja a fejét. Átadja a döntési jogot a fiainak. Hát és a fiai meghoznak is egy olyan döntést, amit szintén nem kellett volna meghozni. Na de nézzük meg, hogy mi történik ekkor. És szól a néki Kámor, azt mondva, az én fiam Sekem a lelkéből szereti a ti lányatokat.
Kérlek, adjátok azt neki feleségül. Hol kezdi ez az ember? Azt mondja, az én fiam lelkéből szereti a lányokat. Semmi egyetlen szó nem esik az erőszaktételről. Nem bocsánatkéréssel kezdi, nem bűnbánattal, bűnvallással kezdi, és bocsánatkéréssel, hanem úgy jön oda, megkérde annak a lány kezét, minthogyha ez a sorrend tenne, hogy most megkérem a kezét, és majd elhallják később a nászt. Úgy jön oda ez a király, mintha mi se tölti. Hát ez jelentéktelen dolog. Hát az én fiam volt, tehát eltusolom a problémáit. Hány apa van így, hogy ó, hát én szeretem a fiamat, elnézem neki, amiket csinált. Hát valahogy majd én kiegyenesítem a görbeútját neki. De drága testvérek, nem tehetjük meg ezt, ezzel rosszat teszünk. Arra kell biztatni, hogy vidd az Isten elé a te problémádat. És engedd, hogy Isten oldja meg. Ő adjon bűnbocsánatot, te kérjél bocsánatot, bánd meg a bűneidet. Vald meg azokat, és kérjél bocsánatot azért, amit elkövettél. Ez az első lépés, enélkül nincs tovább menetel. Ez a király meg oda megy, és azt gondolja, hogy na, ő akkor majd meg fogja oldani. És azt mondja, az én fiam lelkéből szereti a lányokat, adjátok neki feleségül, és szerezzetek velünk sógorságot, a ti lányaitokat adjátok nekünk, és a mi lányainkat vegyétek magatoknak. Tovább megy, azt mondja, ó, hát ne ezzel a két fiatallal foglalkozunk, hogy megtörtént, hát vegyétek magatoknak a mi lányainkat ugyanúgy feleségül. Hát nem kell ebből nagy ügyet csinálni, szerezzünk sógorságot, és akkor ez családon belül elintéződik. Jól van ez így. Jól van ez így, tényleg? Isten népe, ez a sátánnak egy nagyon nagy hazugság, és ez volt az első olyan, amikor beakarta magát az Isten népe közé, a sátán, bevinni a világot az Isten népe közé. Itt Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak és az ő leszármazottainak ígéri azt a földet. Ne felejtjétek el, hogy Ábrahámnak, mikor megígéri, hogy nézz fel az égre. Ha meg tudod számlálni az ég csillagait, így nézel a te magad is. És te benned megáldatlak a föld minden nemzetségei. Te leszel Ábrahám, és a te néped, te magod, a te, az a mag, Jézus Krisztus lesz, és a te választottaid, te belőled egy nép származik, és ez a nép fog képviselni engem a földön. A földön ott élnek azok a népek, akik istentelenek és bálványimádók. Eltértek az én utaimtól. Ugye özönvízzel Isten elpusztította a földet, meg egyedül hagyta Noé. De Noé-től a Sém, Kám és Jáfet leszármazottak. A Kámtól lettek a Kámánták. És azt látjuk, hogy istentelenek és bűnösök lettek. Nem követték az Isten útját. Itt pedig mit látunk, hogy ez a király oda megy és azt mondja Jákobnak, hát vegyétek magatoknak a mi lányainkat, és mi is elvesszük a ti lányainkat, és legyünk egy néppé. Legyen a hívő a hitetlenen egy fele másikában. Legyen a világosság meg a sötétség egy helyen. Legyen a Krisztus meg a bálványok egy helyen. Lehet? Mi közössége van a világosságnak a sötétséggel? A hívőnek a hitetlenhez mi közössége van? Semmi, azt mondja az Isten ígér. Tehát a sátánnak először ez volt az első csapdája, hogy beszínlelje magát az Isten népéhez. És ez a mai napig folytatódik. Emlékeztek Józsué történetére? A gibeonitákra? Hogy színlelték be magukat Isten népe közé? Kössetek velünk figyeltek, mi messziről jöttünk, nézzétek meg a bakancsukat. A kegyelünk megpenészedett, a ruhánk meghozott. Olyan messziről jöttünk, de még oda is eljutott annak az Istennek a híre, aki megnyitotta a Vöröstengert előttetek. Ezért döntöttünk úgy, hogy veletek kell Fridra lépnünk. És ott sikerül a sátánnak, ami itt nem. Beszínleli magát, és a hívők közösségébe bekerülnek olyan emberek, akik hitetlenek. És mai napig a gyülekezeteinkben így vagyunk vele. Vannak lelkileg élők és lelkileg halottak, akik ugyan nem biztos, hogy rossz indulatból, vagy rossz szándékból színlelik be magukat, hanem ezeket az embereket úgy nevezhetjük, hogy nem halláskárosultak, hanem valláskárosultak. Elmondtak egy imát, amiről azt gondolják, hogy a megtérők imája, ha ők ezt elmondták, akkor ez megmenti őket. Vagy pedig engem a Vicián János merített be, vagy a doktor Dávid Potter merített be, vagy a nem tudom kicsoda merített be. És ez engem megment. Az ilyen emberek saját magukat is becsapják. De tudjátok, mi ezzel a probléma? Hogy két külön értékrend képviselteti magát a gyülekezetben.
Van az Isten értékrendje, ami az igazi hívőt jellemzi. Az igazi hívő Istent és az ő munkáját rakja első helyre. Amíg a nem hívő, az pedig a saját maga értékrendjét, vagy a világ. Amit a világ mond, amit az internetben hallok, amit a televízióban, hát akkor én azt fogadom meg, azt szerint élek, vagy amit apám, anyám tanított nekem, az ő értékrendjüket átveszem, és azt viszem tovább. És a gyülekezetben így megoszlik majd, nem lesz egység, Isten nem tudja megáldani ezt a gyülekezetet, ahol nincs olyan egység. És miért nincs egység? Miért van az, hogy öt ember ezt mondja, a hatodik meg hát teljesen szöges ellentétben? Azért, mert valaki nem az Isten népéhez tartozik, valakiben nincs a Szentlélek. Nem tud Isten értékrendjeként, Isten szerint gondolkodni. Itt hoztak egy döntést ezek a fiúk. Le a testvérei azt mondták, hogy megbosszuljuk. Viszont ez is rossz döntés volt, mert Isten azt mondja, hogy enyém a bosszúállás, én megfizetek. Lága testvérek, itt azt mondja a király, hogy hát szerezzünk akkor sóvóságot egymással. Istennek nem ez volt a terve. És lakjatok velünk, a föld előttetek van, lakjátok és kereskedjetek rajta, és bírjátok azt. Értitek ez is micsoda becsapás a sátának? Ezt a földet Ábrahámnak 80 évvel ezelőtt már neki adta az Isten, azt mondta, hogy tiéd és a te magad ez a föld. Ez el van döntve. És itt ő nagy lelkül az ördög azt mondja, hogy akkor gyertek, megengedem nektek, hogy lakózzatok itt velünk ebben a városban, meg ezen a földön. Elég ez nekünk. Gyertek, tiétek lehet ez a föld. Ismerős ez nekünk valahonnan? Amikor az Úr Jézus megkísérti a sátán. Felviszi őt egy nagyon magas hegyre. És azt mondja neki, nézz szép! Itt láthatod a világ minden országának dicsőségét. Mindez nékem adatott, és én annak adom, akinek akarom. Igaz volt ez, amit a sátán mondott? Igaz. Ő a hazugság atya, de most igazat szólt. Ez nékem adatott. Ki adta neki ezt a hatalmat? Ádám. Ugyanis Ádám kapta meg azt a jogot, hogy uralkodjon a földön, hajtsa uralma alá, de Ádám átadta ezt a sátánnak, mikor neki hitt. Azt mondta, hogy én neked hiszek, akkor te leszel az én fejjel való, nem Isten, hanem te. Átadta az uralkodásokat, nékem adatott ez. És én annak adom, akinek akarom. Igaz volt ez, hogy hát akkor Jézus, neked adom, tiéd lehet ez. Drága testvérek, kiteremtette meg a földet, ezt a világot. Jézus annak akarja adni, akinek már birtokában van. A birtokosnak akarom mondani, hogy hát tiéd lehet. Hát ember, ez az enyém már. Itt azt mondja Jákobnak és az ő fiainak, hát tiédnek lehet ez a föld. Isten már nekik adta 80 évvel az előtt. A nagyapjának megígérte, hogy tiéd lesz. És még Izsáknak is megígérte, és Jákobnak is azt mondta, amikor Bételnél találkozott. Ha most nem ennél a helyen van, hanem Bételnél, akkor tudhatta volna, és eszébe jutott volna, hogy Bételnél azt ígérte neki az Isten, hogy neked is a te magadnak adom ezt a földet. Ez már az enyém, itt által. Miért akarja nekem adni egy király? Rá akarta venni csellel tehát Jákobot és az ő családját, hogy a világ és az Isten népe egyesüljön egymással. De ez nem lehetséges. Isten az elkülönülésnek az Istene. Az ő szentsége megkívánja azt, hogy elkülönüljön a bűntől. És sajnos mi bűnös emberek vagyunk, nekünk is ettől a bűnös világtól el kell különülnünk, és a bűnünktől is el kell különülni. Ezért várja tőlünk az Isten azt, hogy valamit kezdjünk a bűnünkkel. Mi nem tudunk elég jót cselekedni ahhoz, hogy a mi bűneinknek bocsánatát vegyük. Hiszen minden ember bűnös. Nem tudunk úgy élni olyan szent életet, hogy valamikor is bűnt ne kövessünk el ebben a testben. Egy valamit tudunk tenni. Kegyelen értesedezni. Az Úr Jézus Krisztus az, akinek a vére el tudja mosni a mi bűneinket. El tudja fedezni. Az ő igazságát tulajdonítja nekünk. Nem leszünk akkor sem igazak, ha Jézus vére megmost bennünket. Attól ugyanúgy bűnös marad a természetünk. Az óemberünk sajnos ott van, és naponként meg kell feszíteni. A természet ott van bennünk. De amikor elragadtatunk, vagy amikor majd új testben feltámadunk, akkor már a testünk is megváltást fog nyerni, ugyanúgy, ahogy a lelkünk megváltást nyer, amikor a Szentlélek újjászült minket. Akkor születtünk lélekben újjá. És a testünk is arra megváltásra vár. Pál apostol azt mondja, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a bűnnek és halálnak testéből. Pál apostol a bűn és halál testéből. Igen, őrá is hatással volt a bűn. A kísértések őt is érték. Bennünket is érnek kísértések. Mi döntjük el, hogy reagálunk a kísértésekre. És hogyha elbukunk, és a kísértés
megfogalmál bennünk bűncül, akkor mi a teendőnk a bűnnel? Meg kell hallanunk. Ha megvalljuk bűneinket, mi történik? Isten hű és igaz, hogy megbocsássa. És mi történik a megbocsátással egy időben? Megtisztít minket minden hamisságtól. Akkor tudom magam fedhetetlennek mondani, ha nincs meg nem vallott bűn az életemben. Ha megvallom a bűnt, ő megtisztít. Akkor nem tud felrúgni az ördög, sem emberek rám olyan bűnt, amit én meg ne vallottam volna. Ezt jelenti fedhetetlenek. Isten nem tudja, hogy nem tudunk bűntelenek lenni. De fedhetetlenek azok igen. Tehát el kell különülnünk a világtól. Azt mondja itt, hogy aminek nem kellett volna történnie, ha Dina nem megy ki a Istennek és a családjának a védelme alól, ha nem győz a kíváncsisága, hogy a világban mik vannak, hát ha lemaradok valamiről, hogyha én itt maradok a családi kötelékben, hát a világ örömei, hát nekem élnem kell. Hallottátok már ezt fiataloktól? Én magam is sokszor mondtam. Én még fiatal vagyok, most akarok élni, bulizni akarok, megismerni a világot, az embereket, én most akarom megélni az én életemben a boldogságot. Élni akarok. De ezzel az élet vágyal éppen a halál hozom be magamba, meg a rosszat, meg a bűnt. Nem ez az igazi élet, amit ez is egy élet, amit a világ ad. Ez is örömök, amit a világ ad. Mert ha nem volna jó nekünk a világ öröme, nem csinálnánk. Értitek? A patkány sem enné meg azt a patkány méreget, ha nem volna a 98%-a jó ehető étel és kívánatos. Csak az a 2% az, ami megöli a patkányt. Ugyanígy van ez a világ örömeivel, amit a sátán ad nekünk. Abban is a 98%-a jó, és mikor elköveted, akkor hú, de jó volt. Legyen az, nem sorolom, inkább nem. Bármilyen bűn, az neked jó és édes, amikor elkövetted. Na de utána jön az a 2%. A bűn megölt téged. A bűnnek ott lesz a következménye. A lelkiismeret furdalástól, a bűnnek olyan következményei vannak, attól függ, milyen bűn követsz el, ami a te tested ellen van. Ami a testedre hatással lesz. És Isten akar adni neked 80-70, vagy ha fejed 80 esztendő. De nem érsz annyit, mert 50 éves korodban a májad megadja magát, mert esetleg az italhoz mondtál, vagy a kábítószerhez, vagy nem tudom. Olyan tiltott dolgokat, amiket Isten azt mondja, hogy nem jó, a te tested az a szent lelked templomának épül. Hogy a szent léleknek legyen ott benne hely. Akár benne van most a szent lélek, akár nem. Istennek ez volt a terve, amikor megszülettél. Hogy ebbe a testbe nem csak az a lélek költözött, ami életet ad neked, hogy így jön az ember élő lélekké, hanem ő akarta adni az ő saját szent lelkét, vagy szent szellemét, ahogy a mostani időkben a Biblia nevezi. A Szentlélek temploma legyen. Erre tervezte Isten. És azért tervezte az embert, hogy ő vele közösségben legyen, és az ő dicsőségére éljen az ember. Meg kell élni az Istennel való közösséget. Ezt naponként nekünk hívő embereknek meg kell élni, hiszen erre teremtett minket az Isten. Mi az, ami meg tudja akadályozni, hogy az Istennel ilyen kapcsolatban legyen? Hát a bűn. A világ kívánsága, a szemek kívánsága és a test kívánsága. Ezek meg tudják akadályozni, hogy ilyen közösségben legyünk az Istennel. Dinának a kívánság. Hát kívántam látni annak a világ, annak a lány. Hogy a lányokat akarta megnézni, nem a fiúkat. És igazán, ha első olvasatra megnézzük, hát nincsen semmi rossz, amit Dina akart. Igen, csak nem ismerte fel, hogy milyen veszélyek leselkednek oda. Meddig védheti meg Isten, meddig védheti? Megakadályozhatta volna Isten, hogy Dinával ez történjen? Persze, hogy megakadályozhatta. Ő mindenható és mindent tudott. De Isten szabad akaratot adott nekünk. És adta az ő bölcsességét rendelkezésünkre áll. Ha valakinek nincs bölcsessége, kérje Istentől, és ő szemrehányás nélkül adja mindenkinek. Értitek ezt? Csak kérni kell, és ő adja. Tehát nem az van, hogy neked el kell végezni egy teológiai kurzust ahhoz, hogy bölcs legyen. Ez nem így van. Csak kérned kell. És beláthatod, mi a jó. Meg fogod tudni ítélni, mi a jó és mi a rossz a számodra. Figyeljetek, tehát azt mondja ez a király, rakjatok velünk, hát majd én megoldom ezt. Hát szerezzünk sógorságot, nem kell ennek olyan nagy feneket keríteni. Vegyétek el a lányaitokat, mi meg kell állni. És figyeljetek, mit csinál a fia? Rátesz még erre egy lapátra. Sekem is mondta a Dina atyának és az ő bátyjainak. Hadd találja a kedvességet előttetek. Ha valamit mondtok, nekem megadom. Akármilyen nagy jegyadományt és ajándékot kívántok, megadom, amint mondjátok nekem. Csak adjátok nekem a lányt feleségül. Mihez fordul itt ez a fiatal ember? Figyeljetek rám! Én szeretnék előttetek kedves lenni.
Ezért megkínálok benneteket, akármilyen nagy jegyadományt kértek, a pénzt hívja segítségül. Le akarja fizetni Dinának az apját és az ő bátyjait. A pénzzel minden meg lehet oldani. Van az az összeg, amiért meg tudsz bocsátani neked. És ez a fiú kinek a jövedelmét ajánlotta föl? Megdolgozott ő ezért? Hát az apjának a jövedelme, ő volt a király, ő volt, aki beszedte az adókat, aki összegyűjtötte azt a kincset. Ez a fiú szerintem egy elkényeztetett ficsúr volt, aki mindent megkapott az apjától. Az apja mindent elsimított és elrendezett neki. Amit a szeme megkívánt, az apja megadta neki. Ezért lehetett az, hogy meglátta ezt a Dinát, és úgy gondolta, hogy hát ez is éppen olyan tárgy, mint amit idáig apámtól kértem, és megkaptam, ezt is megkaphatom. Tárgyként kezelte ezt a leányt. Oda ment, és azt cselekedte vele, ami jónak látszott a szeme előtt. És most felajánlja, hogy hát pénzzel ezt meg lehet oldani. Van az az összeg, amit én hajlandó vagyok fizetni ezért. Nem ilyen a világ is ma. A világ is azt mondja, ó, majd egy kis pénzzel megoldható minden. Bűnkövettél, nem baj, menj oda a rendőrhöz, a bíróhoz, próbáld lefizetni, adsz neki kenőpénzt, és el lesz tusolva. Hány és hány ilyen ügyet hallunk, amikor a világban pénz adották meg. Valami kiderül, valami nem. De ez nem a mi útunk. Isten nem erre hívett bennünket. És meg fogjuk látni, ha folytatjuk majd a történetet, hogy ugye ez volt itt a felajánlás. Mit mondtak a Sekem és Hámor? Az apa meg a fia mit talált ki megoldásnak? Megnézzük majd a következő alkalommal, hogy milyen megoldása van a Jákob fiainak. A Jákobnak nincs megoldása, az ő megoldása az, hogy hallgat. Strusz politika. Itt azt olvastuk, veszteg marad, amíg megjönnének a fiai. Hát ha csak addig maradt volna veszteg, akkor meg tudom érteni. Egyedül nem rohannak neki egy városnak. Hát ott van az én 12 fiam, akkor azért már meg a szolgáimat összeszedem, azért csak oda megyek a király elé. Ha nem is lerohanom őket, de akkor már számon kérem őt, hogy is volt ez a dolog. De nem tett Jákob semmit. Értitek? Jákob, aki találkozott az Istennel, aki látta az Isten angyalait, akinek az Isten ígéretet tett, hogy ne félj, mert én veled vagyok, nem hagylak el, nem távozom el tőled. Védelmet ajánl neki az Isten. Lehetetek, mennyire az elején van még Jákob az ő keresztény életének, az ő hit életének, úgy mondom inkább. Nehogy szó érjen azért, hogy ő nem volt keresztény, mert nem Jézus követ. Értitek ezt, hogy mennyire az Istennel való kapcsolatának az elején áll, mennyire nem bízik Jákob Istenben? Ő még egy kis baba a hitben. Ezért rábízza a fiaimat, döntsetek ti fiaim. De később majd meg fogjuk látni, amikor Péterben megjelenik neki az Isten. Amikor ott van, ahol lennie kell, és akkor, amikor lennie kell. Na ott az Isten kijelenti magát neki. Na ott már ő olyan megújuláson vesz részt az ő élete, amikor már tényleg nem Jákob lesz, hanem tényleg Izrael lesz, Isten harcosa lesz. Akkor jön neki az a megszentelődés az életébe, akkor jön az a megújulás, amikor valóban odaszánja mindenit, az ő életét és az ő háza népét is. Testvérek, tanuljunk ebből a történetből, mert a világban ugyanilyen veszélyek leselkednek a fiainkra, a lányainkra, viszont ránk is leselkedik ez a veszély, hogy eltanuljuk a világ fiaitól, hogy hogyan is kell megoldani. Hát egy kis pénzzel, egy kis befolyással, egy kis elsikálással megoldhatjuk a mi problémákat. Csak ne derüljön ki, kis körben kell ezt, nem kell ebből tudni. El kell is másolni. Van nekem erre egy jó javaslatom. Testvérek, ne kövessük a világnak a megoldását. Kövessük Istennek a megoldását, és itt az lett volna, hogy bűnbánat és bűnvallást kellett volna tenni. Ez nem történt meg ennek a fiúnak az életében sem, és megláttuk ennek következményét. Ez a következmény egy halálos következmény volt Hámorra és az ő apjára és az egész népre. Látjátok, hogy egy ember bűnek kihatással van a többiekre. Minél magasabban helyezkedik el valaki, valaki vezető pozícióban, annak a bűnek kihatással van az alatta lévőkre. Itt egy egész város meg kellett halnia. Azért, mert ez a ficsúr megkívánta azt a lányt, és úgy gondolta, hogy ő bármit megtehet. Testvérek, most imádkozzunk, és köszönjük meg Istennek az ő igéjét. Uram, hálásak vagyunk neked azért, mert te naponként tanítasz bennünket, és milyen csodálatos látni, hogy a Biblia
két-három évvel ezelőtt leíródott történetei megelevenednek számára. Uram, ennek a történetnek is milyen aktualitása van. Uram, amit gyermekeink is kivennek a világba, és akár fiúk, akár lányok, de elkövetik azt a hibát, hogy a világ értékrendjével azonosulnak, Uram, és a világ majd kihasználja őket, megsebzi őket, jó esetben talán visszajönnek Istenhez, visszajönnek a szüleikhez, a gyülekezetükhöz. De Uram, milyen értékrendet tanulnak addig, milyen bántások érik őket, milyen csalódások. Arra kérlek téged, Uram, hogy segíts nekünk mindenkor tisztán látni. Add, hogy lássuk meg a te igédből a veszélyeket, és kerüljük el azokat. És lássuk meg, hogyha a kívánság hatással volt ránk, és bűnbe estünk, akkor hadd tudjuk megvallani azt, és elhagyni. És utána hadd tudjunk megtisztulva újra neked szolgálni. Uram, köszönöm neked ezt a gyülekezetet, amit te hoztál létre, te adod a növekedést nekünk, hogy lélekben és létszámban tudjunk növekedni, és te adod a megtartást, és te tartasz meg bennünket a te kegyelmedből. Arra kérlek most, hallgass meg imáinkat, amikor együtt egy szívvel és egy akarattal járunk te hozzád, és válaszold meg azokat a te kegyelmességed gazdagsága szerint. Erre kérlek Jézus nevében. Amen. Most imádkozhat.